A polgári ügyekben a határidőkben nem számít bele az évvégi ítélkezési szünet időtartama, amennyiben tehát a bíróság határozatában 8 napot ad a nyilatkozat megtételére, és az december 23-án vesszük át, azt egészen január 9-éig tehetjük meg. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a határidő az ezt követő első munkanapon jár le. Vannak azonban ügyek, amikor nem lehet figyelmen kívül hagyni az ítélkezési szünet idejét, azaz nyilatkozat tételére, fellebbezés előterjesztésére adott határidő esetén az ítélkezési szünet napjait is számításba kell venni. Ilyen például a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, sajtóhelyreigazítási per, megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, a megelőző távoltartás, vagy a végrehajtási perek, cégeljárás, a csőd és a felszámolási eljárás. Nincs helye az ítélkezési szünet rendelkezéseinek alkalmazására akkor sem, ha a felek közösen ezt kérik a bíróságtól. Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti, a büntető ügyek esetében a büntető bírók eljárnak idegenrendészeti és menekült ügyekben, a büntetés végrehajtási intézetben tartózkodók ügyeiben, valamint az előállításos ügyekben és a gyorsított eljárásokban. Indítvány alapján döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról, például letartóztatás elrendeléséről, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről. A kezelőirodák működése a járványügyi készültség miatt érvényben lévő speciális szabályok alkalmazása mellett változatlan, áll a nyíregyházi törvényszék közleményében.